Felvételek a 4. Dél-Dunántúli Humán Erőforrás Konferenciáról. 2 év szünet után újra személyesen találkozhatnak a szakemberek. Gyorsan változó és kiszámíthatatlan környezet, ez a fő témája az idei konferenciának. Ezt megéltük most a Covid kapcsán, de most itt a nyakunkon a háború, a nyersanyaghiány, az alapanyaghiány, úgyhogy azt gondolom, hogy a konferencia témája aktuálisabb, mint amikor elkezdtük akár tervezni. Ez az úgynevezett VUCA világ, ami egy ilyen mozaik szó, azt jelenti, hogy nagyon gyorsan változó és kiszámíthatatlan világ. Ehhez hogyan lehet reagálni munkáltatóként, akár vezetőként, tehát személyes és céges oldalról, szervezeti oldalról egyaránt. Erről hallhatnak előadásokat, jó gyakorlatokról beszélnek majd a humán erőforrás területén dolgozóknak. A szakember azt mondja, a rugalmassága a legfontosabb ezekben a helyzetekben. Mi nagyon sokszor találkozunk munkánk során cégekkel, akik azt mondják, hogy ők nem tudnak hosszú távra például tervezni, ami érthető, tehát pont emiatt a felgyorsult környezet miatt, de mégis kell. És azt gondolom, hogy ezt úgy lehet áthidalni, hogy akár több forgatókönyvet kell kidolgozni, rugalmasságokat kell beépíteni a rendszerbe, de nekem látnom kell, hogy például 3 év múlva hogyan fogok betölteni egy olyan státuszt, egyébként ami még lehet, hogy nem is létezik most a cégemnél. A konferenciára azokat a HR szakembereket és cégvezetőket várják a szervezők, akik maguk is érzékelik szervezeti működésükben a VUCA hatást a mindennapjaikban, és azt is fontosnak tartják, hogy tudatos válaszaik és megoldásaik legyenek ezekre a hatásokra. Az egynapos konferenciát május 31-én tartják a Pécs-Baranyai Kereskedelmi Iparkamaránál.